múltra parkban sétáltunk? Melyik? Tudod, mikor ott volt a telpasid, az enyém, meg a Kati. Ja, igen. De vissza, tök jó volt, amit hülyeskedtünk. De hogyha már itt tartunk, a Katinak a pasia úgy nézett rám, mintha velem ki akarna kezdeni. Mit szólnál, hogy megszeretnél a Katit? Kis dréma, tudod. Majd is azt mondjuk neki, hogy ki is kezdett velem. Nem csak ki a pasiát, ki is. De csak viccből? Igen, csak egy tréfa. Ja, oké, ez tök jó lesz. Szóval ahogy jön, én elhívom, és megbeszéljük, oké? Szia, Lulia! Szia! Ilyen sokáig maradnom, takarítanom kell. Semmi baj. Beszélhetnék veled négy szám közt? Elmenjek, vagy ti mentek? Mi megyünk oda. Ja, oké. Hát siessünk, mert nem tudom kell megkerelni. Hát... az úgy volt, hogy amikor múltkor a parkba sétáltunk, tudod, itt mi kettem a Sillával, és te meg a Dáviddal, akkor a Dávid, mintha szemetetett volna a Sillára, és csillamos mesélt, hogy ki is kezdett vele a Dávid. Áh, nézd csak viccelsz. Mindegy, te tudod. Mi? De te most ezt komolyan mondod? Hát, olyan komolyan, hogy én itt állok. Ez most teljesen komoly? Halálosan. Mindegy, majd meglássuk is a tiédből, de... Na, miről beszélgetsz a társadalmat? Semmi. Csak... ideges vagy? Hát, de úgyis. Otthon volt egy kis veszekedés. Úgyhogy azért. Miről? Szokásos. Már megint nincs annyi. Hey! Kapta, mondhatok valamit? A tápasit nekem tetszett? Ez kérdés volt? Igen. Próbálna meg nekem egy ilyet mondani, legyen én meg a poharat. Mert múltkor, amikor sétáltunk a parkban, akkor úgy nézett rám. Ezt mondta a Rozi is. Elmondtad neki? Hát muszáj voltam. Valamit kezdenék el azon a férjekkel. Na, mi a véleményed? De ki is kezdett vele, azt mondtad az előbb. Igen, először úgy csináltuk, hogy ki akart velem volna kezdeni. Utána, mikor ti elmentetek, és csak én a Viktor meg a tepasid maradt ott. De akkor a Viktor nem akkor, de ott volt, és utána más... ment el. De. Utána elment, mert volt egy telefonja, és haza kellett mennie. Utána én ott maradtam a Dáviddal beszélgetni, és akik ilyen kis hülyeségből beszélgettünk meg minden, és akkor utána elkezdett közeledni, és na, hogy mondjam? Hát lehapom? Hát igen. Hát és Csilla meg nem arra híres, hogy hazudik, meg én sem. Hát persze, legjobban nem tudtak, hogy miért ne hazudnátok. Hát miért hazudnám? Hát egy meg beszélek vele, de szerintem el kell mennem, jó? Vagy miért? Semmi baj. Hogy követem a láttal? Hogy nem sírt? Ez tök jó. Lehet, hogy most sír otthon? Lehet, biztos. Szerintem miért nem elmondani? Jó, hogy nem, hogy miért csalálni tovább. Ez tök jó lesz. Na most... de nem vagy teljesen elfajulni? Dehogy! Ez csak egy kis fír. Majd hogyha majd ott tartok, hogy nem mondjuk. Szia! Szia! Összevettem a látomot. Már? Tegnapi mira? Igen. De szerintem hülye voltam, és csak ez egy víz voltak. Csilla mira? Ez így jött. Én találtam, hogy trépen mondjuk véget, de... nem mondja már neki, hogy elmondja. Igen. Próbáld meg visszavárni. Van egy ötletem. No. Megszereztem a íznek a telefonját, a Viktornak. És küldött magamnak egy SMS-t, és nem mutatom neki. És ő ez mit fog szerinted szólni? Hát mit a szokás? Azt nem itt szokott, hogy Úristen, hogy tehette ez velem a Viktor? Jaj, ne! És elkezd sírni. Sziasztok! Szia! 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 Hogy vagytok? Meg vagyok, de szerintem nem sokáig lesz el ilyen jó. Jó? Miért? Várjál.
csinálta valamit? Nem, de... Hát? Olvasd el. És aztán itt alkulta nekem. Ezt? Na, nézzem! A szám ugyanom. Ugyanaz a szám, minden! Az én Viktorom küldte ezt neked? Hát mivel neked van Viktorom? Hát most figyelj, próbáljátok megbeszélni. Menj az idő, mert nekem lehet most már nem kell. Na, én megyek, próbáljátok ezt megvitatni. Na most mondjad nekem csak ezt! De mit? Biztos engem át akarsz ugratni, mi? Azt hiszed, be fogom venni. Ja, amikor az én pasim akar átkattani. Hát rám is. Te az enyémre. És te pasidat rám. Okay. Bocs, hogy így megvicceltelek mindent, de nem én voltam a nagy fő izé, hanem mit tettem az italát ki? Nálam is, amúgy... Van egy ötletem. Várjál, amúgy ő mondta nekem is, hogy izé, csengjen el valaki, vagyis ő segített nekem megszerezni a Viktornak a telefonját, és ő küldte amúgy az SMS-t, de ugyanígy egy... Valamivel itt meg kéne egy izé viccelni, vagy valami trip, amit ő, csinált velünk, és akkor majd ő meglátja, hogy milyen érzés. Hát igen, mert ez nagyon jó, mert te is, mert majdnem sírtál meg én is. De mondjuk mindig rajtam van a sírás. Na és tudsz valamit kitalálni? Te úgyis jó vagy ebben. Nem tudom. Levél valami? Vagy akármi? Én? És csak. Egy ilyen régi gyerekkori levél, amit a valami Rebecca vagy nem tudom. Hát tudod, hogy nem tudom. Nem olyan, de miért? Nincs rajta dátum, és most írtam rá egy dátumot, és úgy kéne azt csinálni, hogy el kéne tőle titkolni. Aha. Na, értem. Kérte? Jó, mehet. Csak szegény meg ne tudja. Hát rendben, hogy nem fogja. Jó, tedd, nem muszáj, hallod?